Sziasztok srácok, én Tankét vagyok, és a mostani videóban az Object 705-áról szeretnék beszélni. Ugye a legutóbbi 60 TP bemutató videómnál megértem, hogy ha az a videó eléri az 500 lájkot, akkor erről a tankról is készítek egy bemutatót, úgyhogy itt van ennek az ideje. Meg fogjuk nézni a tankhoz ajánlott legénységi skilleket, felszereléseket, harctéri módosítást, és utána hoztam nektek egy visszajátszást, és visszajátszás közben beszélek arról, hogy nekem mi a véleményem erről a tankról, érdemes-e kihúzni, milyen a mai metában, stb. Úgyhogy kezdjünk is neki. Ugye a legénységi skillekkel szeretném először kezdeni. Egyik legfontosabb legénységi skill nyilvánvalóan a Bia, az ugye az összes legénységet ugye boostolja 5%-kal, ugye size-creepelő tank révén a javítás, fújjavítás mindegyik legénységre az nagyon-nagyon fontos. Ugye parancsnoki képességnek 6. érzék, a lövegkezelőnek pillanatkép, vezetőnek sima utazás és megelőző karbantartás, vagy megelőző karbantartás az ez a kis jelecske, és töltőnek pedig ugye, ahogy mondtam, a javítás Bia és egy biztonságos elhelyezés, ugye fontos. Egyébként még ami erre a tankra fontos, az a tűzoltás, azért, mert ugye ez egy elölmotoros tank, tehát elő van ennek a tanknak a motorja, illetve az üzemanyag tartályás is, és nagyon sokszor fogtok kapni szemből ugye lövést, és ki tudtok gyulladni, és hogyha potkával használjátok, mint én, akkor nagyon sok HP-tok leég, hogyha nincs meg a tűzoltás képesség, illetve ugye ennek az esélyét tudjátok csökkenteni egyrészt azzal, hogy ugye felrakjátok, amit mondta a vezetőre, a megelőző karbantartás, mert akkor kisebb eséllyel fogtok kigyulladni. Úgyhogy nagyjából ezek a fő képességek, amik erre a tankra szükségesek. Nézzük meg a felszereléseket. Felszerelésekből többfajta kombinációt is tudok ajánlani. Ugye szerintem, ami alapvető erre a tankra is kötelező, az a töltésgyorsító, illetve a stabilizátor, és a harmadik helyre választhattok magatoknak, vagy szellőzést, azzal nyilván a tűzerőtöket és úgy az összes karakterisztikát a tanknak ugye növelitek. Ugye lehet rakni fejlesztett edzést, amit ugye 2450 HP-tok ugye felmegy 2700-ra, plusz nehezebben trekkelnek leciteket, plusz gyorsabban javítotok, ami egészen jó tud lenni. Viszont én azt vettem észre, hogy ennél a tanknál, ami még nagyon jól tud működni, az a módosított konfiguráció. Egy azért, mert védi a belső modulokat, tehát sokkal kevesebbet kaptok, ammó reketést gyújtanak ki, ami ennél a tanknál elég gyakori, szóval ez olyan szempontból nagyon-nagyon király. Plusz ugye ez még, tehát ez ugye a fejlesztett edzés 20%-kal gyorsabban rakja fel a láncotok, vagy segít a javításon, ez meg ugye 35%-kal. Tehát én ezt a módosított konfigurációt nagyon-nagyon tudom ajánlani erre a tankra, szerintem nagyon hasznos. Esetleg még egy turbót tudok elképzelni, úgyhogy ezek közül a felszerelések közül választhatok, ami a ti játéstílusotokhoz a legmegfelelőbb. És akkor nézzük meg a harctéri módosításokat, ugye, ami ennél a tangnál fontos, ugye gyors ide elhúzom magam ide jobb lentre, és ugye itt az első lehetőségnél a baloldalit választanám, Bocsánat, a jobb oldalit választanám, ugye, hogy erősebbek legyenek a láncnapok, kevésbé tudjanak titeket letrekkelni, ugye a pontosabb tank konfigurációt választanám, tehát itt a baloldalit, hogy kisebb legyen a célzókörötök mérete, de pontosabb lövéseket tudjatok leadni, itt a baloldalit választanám, nem kell egy látótáv, egy szuper nehéz tanknak, úgyis az ellenfél arcában vagytok egész nap, ugye itt a baloldalit választanám, mivel ugye a legénységsérülés ellen véd, ugye kábítástól, illetve a robbanó lőszerektől ugye véd, ami ennél a tagnál ugye fontos, mert ugye próbálnak majd titeket kiszedni a size-creepelő pozíciótokból repesszelés, ilyenkor ugye ez nagyon jól tud jönni, illetve itt még tudnám választani a baloldalit, mert ahogy mondtam, ennek a tagnak eléggé sérülékeny, mind a lőszerekesze, de talán ennél még jobban a motor, tehát vagy csak simán motort kaptok, és nagyon lassú ez a tank, vagy ki is gyújtanak rosszabb esetben, úgyhogy ilyen szempontból én mindenképpen rámennék arra, hogy a belső modulok minél erősebbek legyenek, és minél később tudjanak titeket kigyújtani. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna, srácok, a legénység, a felszerelés és a használati módosítási. Én nézzük meg azt a replayt, amit hoztam nektek, és akkor ott még beszélek a tankról. Itt is vagyunk, srácok, a visszajátszásban, és akkor beszélek egy kicsit arról, hogy nekem mi a véleményem erről a tankról. Őszinte leszek, srácok, ennek a videónak már vagy 5-ször vagy 6-szor álltam neki, de soha nem voltam azzal elégedett, amit sikerült csinálnom, mert őszinte leszek veletek, én nem szeretem ezt a tankot. Én szerintem ez a tank túlságosan szituációfüggő, és a szituációfüggőség alatt azt értem, hogyha kapok egy jó pályát, mint most láthatjátok, kaptam Pilsent, ami
alapvetően egy tökéletes pálya ennek a tagnak, meg igazából minden városi pálya, ahol nem kell kihasználnotok az ágyúsüllyedést, tehát nem jelent problémát az, hogy csak 5 fok ágyúsüllyedése van ennek a tagnak, és tényleg tudtok a tanknak az erősségét, ki tudjátok használni a tanknak az erősségét, a pedig nem más az, hogy nagyon jól lehet vele ugye sideskrapelni. A nagyon jó volt egyébként zárójelbe raknám, azt mindjárt megmondom, hogy miért. És ugye bármennyiszer megpróbáltam fölvenni videót erről a tankról, megkaptam a leghuldanosabb, legdimbes, dombosabb pályákat, és csak ilyen átlag köröket tudtam vele hozni, ilyen 2000, 3000, maximum 4000 sebzéses köröket, és nem igazán sikerültek úgy a csaták, ahogy én szerettem volna. Mert mindenképpen szerettem volna megmutatni ennek a tanknak az erősségét, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik ezt a tankot, mert úgy gondolják, hogy nagyon jó a páncélzata, és alapvetően, hogyha egy ilyen pályát kaptok, ahol holdamba tudtok lenni, sideskrapelni tudtok, tényleg nagyon jó tud lenni a páncéja, és nagyon jól tud működni ez a tank. Viszont hányszor kaptok ugye nem városi pályát, hány nem városi pályán van ebben a játékban, hány dimbes dombos van, nagyon-nagyon sokszor lehet kapni, és tényleg nekem az volt a problémám, hogy mondjuk tegyük fel, mondjuk átszottam 10 meccset ezzel a tankkal, kaptam egyszer vagy kétszer városi pályát, azokon nagyon jól el voltam, nagyon jól chilleztem, meg ilyenek, de a többi pályán meg szenvedtem, konkrétan szenvedtem, mert éreztem, hogy a tanknak, hogy nincs ágyúsüllyedése, meg hogy hátsó torn, és azért olyan tehát úgy éreztem, hogy a tank visszafogja azt, amit tudnék csinálni egyébként egy másik tankkal. Ugye mindig szoktam mondani, hogy kezdő játékosok szokták kérdezni tőlem, vagy akik még nem tapasztaltak a játékban, hogy melyik tankot ajánlom, a 60 TP-t vagy ezt. És mindig szoktam mondani, hogy lehet, hogy a 60 TP-nek papíron egy kicsit kevesebb a páncélja, nem lehet olyan jó sideskrapelni vele, és mondjuk a felső frontja sem annyira erős, stb. Viszont én inkább azt a tankot szoktam ajánlani, mert sokkal több pályára alkalmas, és nem nincs limitálva arra, hogy csak városi pályán nagyon jól működni. A 60 TP jól tud működni városi pályán, jól tud működni dimbes dombos pályán, ugye a 8 fok ágyúsüllyedése miatt, és ez szerintem megír annyit, hogy egy pici páncélt elveszítsen a 60 TP. Ez az én szerény véleményem. Na, akkor beszéljünk egy picit a visszajátszásról. Ugye pizenen játszunk, és látni fogjátok, hogy nagyon sok aranylőszert kell itt sajnos ellőjek, mert ugye full tier 10-be játszunk, és szükség van itt az átütése. Egyébként az alaplőszer átütése nem olyan rossz ennek a tannak, 256 mm, és majd látni fogjátok, hogy amúgy kell az AP lőszerem is ebbe a csatába, de tényleg ahhoz, hogy effektíven tudjatok harcolni, ugye általában a nehéz tank dühöngőbe fogtok harcolni, ott vinni kell bőven hitlőszert, ami ennél a tannál nem borzasztóan rossz, de viszont nem kifejezetten jó, 317 mm, és van állami jó pár lepesztőszer, ez még abban az időszakból van egyébként a tankban benn, amikor még nem volt renerfelve a repesztőszer, mert akkor nagyon jól lehetett bontogatni ugye a holdon nehéz tankokat, vagy a holdon, vagy a sideskrapelő nehéz tankokat, de egyébként mostanában már nem vinnék bele ennyit, maximum egy ilyen 3-at. Hogyha van intuíciótok, akkor egyébként nem olyan rossz, mert 90 milli az átütése, tehát mondjuk ilyen médium tanknak az oldalát, vagy light tankokat nagyon jól meg lehet küldeni, és ugye 840 alfára fölmegy az egyébként 650 alfátok, ami egészen kellemes tud lenni mindenképpen. Egyébként, úgy beszélve az ágyúról, nekem az ágyú sem tetszik ezen a tankon. Nagyon ilyen tipikus oroszos ágyú, tehát ez a, ha jó kedve van, ellő mindent is, de ha nincs, akkor semmit se 5 centiről. És ez tipikusan az a fajta ágyú szerintem, ami közelharc. Közelharcra azt mondom, hogy oké és jó, használható, viszont ha már közepes vagy nagy távolságból kell lövöldözni az ellenfelet, egyszerűen szerintem az az ágyú valahogy nekem nem adta ki a dolgokat, nem tudtam vele jól, nem tudtam jól használni. Esetleg kipróbáltam erre a tankra azt, hogy fejlesztett célzásakok, és a sokat segített ezen a tankon, viszont akkor meg sokszor lőtték el a belső modult, és inkább visszaraktam ugye a módosított konfigurációt, amit itt is láthatok a tankon, és úgy éreztem, hogy így nagyjából balanszol van a tank. Ugye itt látjátok, úgy éreztem, hogy nem igazán figyel minket senki, úgyhogy egy picit előrébb burog, megpróbálom meglőni a VZ-55-öt, viszont a 60 TP-nk valószínűleg meglőtte, és most csak azért mondom, hogy valaki meglőtte, és azért gondolom valószínűleg a 60 TP volt az alfasebzés alapján, és ugye visszagurult, így nem tudtam meglőni, viszont itt van az S-ház, megpróbálok rá kimenni, viszont látom, hogy az N4 gyorsan visszanéz ránk, úgyhogy nem akarok én nyilván kigurulni elé, hanem inkább megpróbálok sideskrapelni, és nézzétek meg, ilyen szituációban tényleg nem tud velem mit kezdeni egy N4.
Mert ugye tökéletes szájszképelő cooldown pozícióban vagyok, és még hogyha az aranylőszert rám tölti, akkor sem tud velem ugye mit kezdeni. Ugye itt megpróbálok szájszképelni, hallom, hogy az N4-es lőtt, van időm becélozni a kupaláját, bele is tudunk vágni egy 658-at. Tehát ez az a távolság, amin szerintem az ágyú egészen okosan működik, és nincs olyan nagy problémám. Látom, hogy a Kramwagen ugye balról kinéz ránk, ugye tudom, hogy hitlőszerrel lő, és megpróbálom minél nagyobb szögbe befordítani a tanknak az oldalát, és itt szeretném megállítani a replayt, mert az egyik problémát ezzel a tankkal, azért tettem az elején zárójelben, nagyon jó lett vele szájszkrépelni, mert hogy az egyik probléma ezzel a tankkal az, hogy aki tudja, hogy hol kell lőni ezt a tankot, ugye az be fogja tudni ütni még akkor is, hogyha nagyon jó a szájszkrépel. Nézzétek meg, a szög amúgy egészen jó, amiben ugye beforgatom a tankot, de mivel ugye egy picit megeveltem már a tankot, illetve a Kramwagen tudta, hogy a trekkem, illetve az üregelt páncél között kell meglőni, tehát ezen a kis résen, ahol ugye el lehet lőni a tankot, és igaz, hogy ez eléggé kicsi gyenge pont, viszont nagyon sokan tudják ezt, és még hogyha tökéletesen szájszkrépeltek is, akkor is el fogják tudni lőni, ha csak egy pixelnyi túlforgatjátok a tankot, már ugye gyenge ponttá válik. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy nyilván aki nem tudja ezt a gyenge pontot, vagy csak simán nem találják el az ágyúkkal, azok ellen, hogy ez a tank erős lesz szájszkrépelés szempontjából, viszont aki tudja, hogy hol kell lőni, az ugye el tudja lőni egyszer, hogy mondtam, jó a kamerakezelés amúgy. Na. Wargaming, kamerakezelés, haló, ugye ezen a részen el tudják lőni, ezen a kis részen, ugye itt a tracken keresztül ugye nem hitlőszerelőnek el tudják lőni, plusz még ugye, hogyha beforgatjátok, ugye ez a kis letörése a tagnak átüthetővé válik, főleg magas átütésű hitlőszerekkel, úgyhogy szájszképelés szempontjából tud nagyon jó lenni ez a tank, viszont nagyon oda kell figyelni, hogy tényleg ne forgassátok túl egy fokkal se, mert akkor már gyenge ponttá válik az oldala, illetve ez a kis letörés itt a tankon. Na, ezt szerettem volna megmutatni nektek, hogy ugyanaz a problémám, mint a PZ7-nél. A PZ7-nél is ugye tudjátok, amikor szájszkrépeltek, van az a kis háromszög az oldalán, ami ugye gyenge ponttá válik pont, amikor szájszkrépeltek. Tehát nem igazán lehet effektíve használni még arra se, amire ugye a tank alapvetően való, és ezért szeretem jobban a 60 TP-t, mert az nem egy specifikus dologra lett kitalálva, hanem az ilyen allrounder ugye angolul, vagyis ilyen mindenre való, tehát mindent is lehet vele csinálni, nem mindenben a legjobb, viszont ugye mivel nem mindenben a legjobb, ezért általánosságban véve a legtöbb dologra ugye jó. Nem tudom, hogy értettétek, amit mondani akartam, ha nem, akkor allaki. Ugye itt kigurult elénk az Object 907, gyorsan meglőttük. Itt azért nézzétek meg, azért jó sokat kellett célozzak, hogy azért biztos, hogy bemenjen az a lövésem. És nézzétek meg, ilyen 2-300 méterre van tőlem az a 907, ugye célzok az albázára, sajnos lejjebb esett a lőszerem, és nem igazán tudtam beütni, és fogyok ki amúgy a hitlőszerekből, mert már csak 5 hitlőszerem van hátra, és egyébként a 907 nagyon bátor, nem tudom, hogy pontosan amúgy mit gondolt, vagy mire célzott ennyire, de nézzétek meg, kigurulunk, és egy snapshottal szerencsénk volt, be tudtuk ütni az alvázát, el tudtam lőni. Ilyen távolságból, amikor csak egy időtök van célozni, akkor tényleg nem a legjobb ez az ágyú, tehát nem a legjobb sniperos ágyú. Nézzétek meg amúgy az S100, ugye így döntögeti a tankját, és megpróbál akkor lőni, amikor ugye előre dönti a tankját, mert ugye akkor jobban látszik a gyenge pontja a tetején. Van az a kis csík az S100-nak a tetején, ahol könnyen el lehet lőni. Szerencsénk van itt, hogy elfordítja a tornyát, így bele tudunk lőni, de nézzétek meg, milyen alacsonyokat rólunk. 5-28, 5-93, nem igazán adta ki ilyen szempontból ebbe a játékba az RNG. Ugye előrébb gurulok egy dombbal, és látom, hogy az N4 az egylövés, és mindenképpen szeretném őt ugye kivenni a játékból, mert neki nagyon magas az átütése, és simán, hogyha csak rácéloz a tanknak a front páncéljára, ide bárhova aranylőszerrel át fogja ütni célzás nélkül. Úgyhogy az is egy fontos tipp, srácok, hogyha magasabb tank van ellenetek, akkor próbáljátok meg nem facehugolni. Ugye a facehug az, amikor belementek az ellenfél arcába, és ott vagytok vele szembe, tehát így összeér a két tankotok. És mert ugye a magasabb tankok ugye föntről lövik, föntről lőnek lefele a frontpáncéljára ennek a tanknak, és ilyen
300 milliárd átütéssel, vagy lehet, hogy még kevesebb, és pontos számokat nem tudok. Az lényeg, hogy nagyon könnyen át tudják ütni, és tudjátok, hogy tier 10-ben nagyjából mindenki aranylőszert lő, legalábbis a nagy részbe, tehát nem igazán fog sokat érni a pánzi, úgyhogy próbáljátok meg elkerülni a fészágot, én azt tudom ajánlani ezzel a tankkal. Maximum, hogyha hogy olyan tankkal találkoztak, mint mondjuk egy 277, vagy nem is tudom, annak is magas hitlősz rátütés van, tehát ez nem egy jó példa. Mondjuk egy 9-es vagy egy 8-as tankkal találkoztok, akkor talán azt mondja, lehet facehugolni, de egyébként megpróbáljátok meg elkerülni, mert nagyon könnyen meg tudnak lentni titeket. Ugye nézzetek meg, ahogy ilyen szempontból teljesen biztonságban érzem magam, ugye hulldownban vagyok, az FTD és a belénk lő nem számít, van 1600 HP-m, én is az FTD-nek el tudom lőni a kis kukucskálóját, bele is tudtunk egyet vágni, de viszont elfogyott itt a hitlőszerünk, hogy innentől kezdve nem igazán tudok frontálisan harcolni velük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor megindulunk. Megindulok, és akkor becélzom az FTT-nek az alvázat, ilyen távolságból azért nem hiszem, hogy nagyon meg kell álljak célozni. 6100 sebzésnél járunk már, és itt éreztem, hogy elkövettem egy hibát, ugye már akartam flankelni a VZ-55-öt, viszont rájöttem, hogy a jobb oldalon ugye már bepusoltak a tankok, és nézzétek meg, a Progetto elé célzok, hogy nehogy az legyen, hogy elkezd előrefele menni, és akkor el kell húznom a célkeresztet, és azért misszelek, de hogy láttam, hogy a Progetto egy helybe áll. Itt ugye azért próbálok ugye hátratolatgatni, és ugye más szögbe helyezni az alvázamat, hogyha lőnek rá, akkor rossz szögbe találják el, és le tudjam pattintani a lövést. Ez is egy olyan dolog ennél a tangnál, amit megpróbáltok, tehát ez egy ilyen pro tip. Hogyha látjátok, az ellenfél az alvázatokat céloz, akkor hogyha valamire ugye fel tudtok tolatni, akkor ezzel általában meglepítek az ellenfelet, ugye nagyon magas vagy nagy szögbe kerül az alvázatok, és így le tudtok pattintani extra lövéseket. Jó, ugye 7100 sebzésnél járunk, megöltük a VZ 55-öt, és ilyen menni akarok előrébb ezt a Progettót megölni, viszont a 907 farmol minket, viszont úgy voltam vele, hogy farmoljon csak minket. Nem igazán érdekel, inkább az ágyuk számát akarom csökkenteni, ugye látom egy lövés és a Progetto, kilőjük, látom ott van a 907, viszont úgy voltam vele, hogy a Chieftain itt jelenleg egy potenciálisabb, nagyobb veszély, úgyhogy inkább úgy voltam vele, hogy a Chieftainbe fogok lőni egyet, ugye segítek a Kramwagennek, belelövök egyet, így a Kramwagen meg tudja ölni, ugye jobbról kapok egy lövést a grillétől, viszont szerencsére csak trekkelt minket, felrakom a láncot, hogy be tudjak menni emögé a kis épület mögé, amin ugye hitlőszerrel nem tud átlőni a 907-t, ugye kiszállszkrépelek, megpróbálom lelőni, ezzel megszerzem a hatodik killemet, illetve 8267 sebzés nyárunk, ott van a grille, becélzom, ugye töltök, nézzük, be tudok-e tölteni még időbe, sajnos nem tudtam betölteni. 2 AP lőszerem maradt, ezért is mondtam nektek, hogy egyébként 6 robbanót nem vinnék ebbe a tankba, tehát most 3 extra lőszerem lenne, amit még tudnék használni, de egy egészen jó kört sikerült végül gurulnunk, ugye 8200 sebzést tudtunk kihozni, 1000 asszisztot, 3000-et pattintottunk, és viszonylag amúgy így dominálni tudtuk a nehéz tank döngő részt, ugye, és ezt mondtam nektek srácok, hogy egy ilyen pályán tényleg élvezetes ezzel a tankkal játszani, mert nem jön neki a problémái, nem jön ki a problémának az, hogy nincsen ágyus ijedése, hogy hátsó tornus, hogy nem lehet vele kinézni egy domb mögül. Ezzel a konfigurációval nem is gyullad ki nekem sokszor a tank, nem is kap sokszor ammóreket, tehát hogy alapvetően, ha ilyen pályát kaptok, királyok vagytok. De amint kaptok, ahogy mondtam, egy hulldownos pályát, mondjuk kaptok egy Westfieldet. Westfielden konkrétan alig tudtok valamit csinálni, egy-két pozíciót játszatok, és nagyon szituációsá válik a tank, és én úgy érzem, hogy egy tank, ami szituációs, az nem jó, mert csak a csaták bizonyos százalékában tudjátok élvezni. De én kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, mert nagyon-nagyon sokan jelezték nekem, hogy szívesen látnának egy bemutatót erről a tankról, mert nagyon szeretik és kíváncsiak rá, hogy én mit gondolok róla. Tehát nekem az a véleményem, még egyszer összefoglalva, hogy szituációs tank, abban a szituációban, amire kreálták, tehát a városi szájszkrépelős történetben egészen jó és egészen élvezhető, viszont amikor nem olyan pályát kaptok, bocsánat, közben megütött a mikrofon, amikor nem olyan pályát kaptok, akkor viszont eléggé rossz ezzel a tankkal játszani, és én összességében nem szeretem ezt a tankot. Egy kommentbe írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről a tankról. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor ezt egy lájkkal tudjátok nekem jelezni, és hogyha nem akartok lemaradni hasonló bemutatókról, ismertetőkről, akkor mindenképpen iratkozzatok fel ide a csatornára, és nyomjátok meg a kis csengőt a feliratkozásom mellett. Egyébként Twitch-en szoktam streamelni, annak is a linkjét lerakom ide a leírásba, úgyhogy nézzetek el oda, és köszöntöm nektek a figyelmet, én Tankét voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!